kényszeri keletben a Szentlátó Gimnáziumban érettségiztem annak idején, tehát innen kaptam azt az indítatást, ami elvezetett végül is a második keletben, akkor egy kémia tagozaton végeztem, és ezért az egészséges életmód, a nevelés a szakomból adódóan, én azt gondolom, hogy már akkor fiatalon beleült a szívembe, és azt gondolom az egész életmódban. Nagyon fontosnak tartjuk, és amikor az egész programról én hallottam, illetve az önkormányzatok kapcsán ugye az egészséges életvitellel már nagyon régóta foglalkozom, aztán 86-ban azért a második kerületben vagyok. Nagyon fontosnak tartom azt, igenis, hogy a pedagógusok személyiségén keresztül jutassuk el ezeket az ismereteket a gyerekekkel. Én azt gondolom, hogy azokkal a példákkal, amelyeket mi tudunk állítani a gyerekek elé, méltóan tudjuk megismertetni velük az egészséges életmódnak az apró lépései. Nem hiszem, hogy a tiltásokkal kellene élnünk, hanem igenis azoknak a tudatnak a megmutatásával, amelyekkel új ízek felé tudjuk elvezetni őket, és hát én azt gondolom, hogy a Danon ez ügyben tényleg nagyon sokat tehet, mert hiszen ezek az új ízek, még ha pizzás joghurtot is kellene megkóstolni, vagy kolbász joghurtot, amitől nem biztos, hogy mindenki élne vele. Én azt gondolom, hogy én, mint tankerület igazgató, megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogyha lesz lehetőség, hogy eljussanak a mi gyerekeink is a második kerületben és ellátogatás keretében megismerkedhessenek magának a gyártási folyamatnak a lépéseivel, illetve magával az ízvilággal ebben mindenképpen. Nagyon szívesen veszünk részt minden olyan programban, amikor eljönnek iskoláinkba, és ott akár osztályfőnöki órán, vagy egyéb szabadidős órák keretében a pedagógusoknak, illetve a gyerekeknek mutatnak új utakat. Én csak azt tudom mondani, hogy mi felnőttek tudjuk alakítani a felnövek ifjúságnak a szemléletét, és az elsősorban a saját példánkon keresztül. Hogy én köszönöm szépen, és én megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy egy sikeres programot zárjunk, mondjuk egy év múlva, amikor újra erről beszélgetünk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. És akkor már sokat emlegettük a Tegyünk Együtt a Gyermekekért programot, de hogy valójában mit is taka és milyen előzményei voltak a programnak, arról kisbejárta fogunk még most beszámolni. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és azt kell mondanom, hogy a szívem csordult vitele van. Tudom, hogy ez nagyon furcsára hangzik, mert nem így szoktam kezdeni egy programismertetés, de az, amit ma itt látok, ez tényleg az, hogy nem csak hogy sok-sok kis lépés, hanem hogy közösen csinálunk valamit. És szerintem ez egy csodálatos dolog, amit a 10. kerületi polgármester úr Robert elmondtál, vagy amit Roltán volt kedves elmondani, hogy tényleg ezek azok a dolgok, amikért szerintem nekünk közösen érdemes folytatni azt, hogy a jövő generációja még egészségesebb legyen. Röviden a programról, a Tegyünk Együtt a Gyermekekért program magából a vállalt hitvallásából született meg, kettős elkötelezettségünk van. Egyrészt ugye az üzleti eredményeket hozni kell, anélkül nem tudunk adót fizetni, nem tudunk bért fizetni, tehát van egy üzleti kötelezettségünk. Másrészt viszont van egy olyan kötelezettségünk is, hogy bárhol is élünk a világon, abban a közösségben mi szervesen beletartozunk. Ha szervesen beletartozunk, ugyanúgy mint egy családtag, nekünk kötelességünk, hogy adjunk annak a közösségnek. És éppen ezért úgy döntöttünk, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak, mik azok a problémák, ahol nem egyedül, de közösen összefogva többekkel tudunk valamit segíteni. És így indult meg a Tegyünk Együtt a Gyermekekért először, több mint 13 éven keresztül a daganatos beteg gyerekek támogatását célzó program volt, és utána megtörtént az a ominózus találkozás 2010-ben, amikor elkezdtünk közösen gondolkodni. És ez egy csodálatos dolog volt, mert először ugye egy úgynevezett pilot projektként indult ez az oktatási, vagy az egészséges életmódra ösztönző programunk, és csak a 10. kerületen. Nem tudtuk, hogy mi lesz belőle, nem volt tapasztalatunk, nem dolgoztunk Önökkel együtt, pedagógusokkal, nem ismertük ezt az egész területet. Amit mi tudtunk, az, hogy amit mi előállítunk, az biztos, hogy az egészséges életmódot szolgálja. Azt is tudtuk, hogy a jövő generációját mindannyian azt szeretnék, hogy egészségesek legyenek. Azt is tudtuk, hogy vannak olyan fantasztikus együttműködő partnereink, akik a tudományos részen tudnak segíteni nekünk, így például a Magyar Diabetikusok Országos Szövetsége, akik tudják tényleg, hogy mi kell ahhoz, hogy a gyerek mindennapi étrendjébe az kerüljön bele, ami igazán finom, és ők ebben tudnak is segíteni, hogy ezt megfogalmazunk.
és vannak olyan csodálatos alapítványok, olyan csodálatos emberekkel, mint például a GYEP alapítvány, akik viszont nálam, vagy akár a Gabinál is sokkal jobban le tudják fordítani azt az eredetileg nagyon-nagyon hasznos tananyagot olyan nyelvezetre, amit a gyerekek szeretnek és megértenek. Úgyhogy így alakul ki igazából ez a program, ami először ugye csak egy kis programocska volt, csak a 10. kerületben nyitogatta a szárnyait, aztán tavalyi évben már nyitogatta a szárnyait Szombathelyen, Szegeden, Pécset, és Debrecenbe, és itt Budapesten még 2 kerületben, és ebben az évben most már ugye holnap már Győrbe is eljuthatunk, illetve Kecskemétre, és nagyon örülünk annak, hogy most már a 2. kerület is befogadott. Bízunk benne, hogy nem csak az eszébe, hanem a szívébe is bennünket, és éppen ezért én azt tudom ígérni, hogy ezt a programot mi tényleg nem csak teljes odaadással, hanem teljes szívünkkel is fogjuk folytatni.